kosatölt a vízmér, és nincsen a vízmér már nem éri. Ezek a vízmérők, ezek nedvesen futó vízmérők, tehát a víz van. Évente közel 100 hasonlóan elfogyott vízórát cserélnek a nyírségvíz szakemberei a vállalat működési területén. A tél közelettével különösen fontos, hogy még a tartós hideg beállta előtt elvégezzék az ingatlan tulajdonosok, a vízvezetékek és a vízmérők téliesítését. Tévhit azonban, hogy elegendő a vízmérőket rongyokba csavarni, ezzel ugyanis gyakran nagyobb kárt okoznak a tulajdonosok. Mi azt tudtuk javasolni felhasználóinak, hogy a vízmérőhelyek hungarocellel történő földémszigeteléséről gondoskodjanak. Ez nem nagy költségű beavatkozás. Gyakorlatilag a lapokat felragasztjuk a vízmérőhely a betonaknának a födémjére, és a bebuvónyílásra ez mínusz 10 fok alatt is megfelelő védelmet biztosít a vízmérőhelynek és a vízmérőnek is. A házi vízellátó rendszereknek vagy házi vízhálózatnak fontos elemei a kerti csapok, melyeknek a fagytalanításáról ősszel gondoskodni kell. A fagytalanítás a legtöbb esetben a fagycsap elzárásával történik. Meg kell győződni arról, hogy a fagycsapot megfelelően zártuk el, tehát egészen kattanásig, vagy a legszélső állapotba kell elcsavarni a fagycsapot, meg kell nyitni a kerti csapot, és meg kell győződni, hogy nincsen semmilyen szivárgásra utaló hanghatás, vagy éppen csöpögés a kerti csapból. Az elfagyott vízmérő esetében nem csak annak cseréjét kell megfizetni. Egy eltört csövön keresztül egy óra alatt jelentős mennyiségű víz elfolyhat, a napi fogyasztásnak akár a többszöröse is, ami jelentős költséggel jár. 15-20 ezer forint közötti költséget jelent a fagyott vízmérőnek a cseréje. Amennyiben a kerti csapon elfolyt vízmennyiséget azonosította a felhasználó és rájött, hogy nem volt megfelelően elzáró, vagy nem működött megfelelően a fagycsap, ott az elfolyt vízmennyiséget is meg kell térítenie. Ezen kívül az elfolyt vízmennyiség nyilván fellazította a kerti csap környékén lévő talajt, térkövet, bármilyen betonbókot, amiben később keletkezhetnek nagyobb károk, úgyhogy kalkulálni nem is igazán lehet az ilyen vízelfolyással okozott károknak a mértékéről, de nagyságrendekre ez több tízezer forintot jelent egy felhasználó részére. Üdülő, nyaraló, garázs, hétvégi ház, illetve olyan építmény esetében, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás vagy a vízmérő nem aknában van, hanem egy fűtetlen helyiségben, ott a fagyás csak az ingatlan teljes belső vízhálózatának víztelenítésével oldható meg. Ezt azonban teljes biztonsággal csak szakember tudja megtenni. A téliesítést akár magunk végezzük, akár szakember, arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy a vízmérő plombája és a műanyag záróbilincs ne sérüljön meg.